Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Piaci árusok szekszár több pontján az utcai árusítás lehetősége a túlélést jelenti a kereskedők számára. Bonyhád összefog, adományszámlát hoztak létre a Völgységi Városban. Helyes kézmosás, sokan még mindig nem tudják, mire kell figyelni. Hatásosabb a hagyományos tisztítószereknél, egyre többen kérik az autók ózongenerátoros fertőtlenítését. A koronavírus járvány miatt ideiglenesen bezárt a szekszárdi piac. A város polgármestere ezért felajánlotta, hogy a település különböző pontjain árulhatják portékáikat a kereskedők. Eddig 19 kereskedő kapott ehhez engedélyt, az árusok számára ez a túlélést jelenti. Volt, aki korábban fontolgatta, hogy lehúzza a rolót, de így tovább tud működni. Volt, aki a húsvét miatt több kiló sonkát, szalonnát és kolbászt vitt ettől az utcai árustól, ahova folyamatosan érkeztek a vevők. Inger Viktor rendhagyó módon nem a piacon, hanem a Prométheusz park melletti sarkon árusítja füstölt áruját. Azt mondja, amióta bezárták ideiglenesen a piacot, és az önkormányzat biztosítja a helyet, harmadszor települt ki ide. A forgalmas utca és a közelgő ünnepek miatt az átlagnál nagyobb forgalmat bonyolít. Nagy segítség, hiszen egy vagy másfél hétig nem tudtunk hol árusítani, és mi csak a szekszári piacon árusítunk szerdán és szombaton, ezért mivel nem volt ez a hely, nem tudtunk sehol árusítani. A Liszt Ferenc téren is több kereskedő kapott lehetőséget az árusításra. Közülük az egyik a Bonyhádról érkező Fazekas Lászlóné, aki közel 20 éve él kereskedelemből. Azt mondja, az utcai árusítás lehetősége a túlélést jelenti számára. Nagyon jó ez a városközpont, ugye itt van minden bank, intéznivalójukat itt elintézik, és gyalogos forgalom is van, meg autós is. Összeg nélkül azért összejön annyi, mint a piacon? Igen. Akár egy piacon, itt is színes az árusok palettája, nem csak élelmet, hanem virágot, palántát is kínálnak eladásra a piaci árusok. A paradicsom, paprika, uborka. Viszik? Hát, kopogat, igen. Szekszárd 40 pontján jelöltek ki helyet termelői árusításhoz. Eddig 19 kereskedő kapott közterület használatba vételi engedélyt az önkormányzattól, és további 3 van folyamatban, jelentette ki Ács Rezső szekszárd polgármestere. A város igyekszik azzal segíteni a piaci árusokat, és rajtuk keresztül a szekszárdiakat, a vásárlókat is, hogy a városképi szempontokat most kicsit elhanyagoljuk, becsukjuk a szemünket, és minden olyan helyszínre, amely könnyen elérhető és megközelíthető, ki fogjuk adni az engedélyeket. A termelői árusokról térkép is készült, amit az újabb szereplők megjelenésével folyamatosan frissítenek. Pillanatok alatt gyűlt össze 1 millió forint azon az adományszámlán, amit a bonyhádi önkormányzat hozott létre. A város polgármestere, az alpolgármesterek és önkormányzati képviselők is adakoztak már, de várják magánszemélyek és cégek felajánlásait is. A pénzből bajba jutott családoknak segítenek majd, és a vírus elleni védekezésre is fordítanak belőle. Már várják a felajánlásokat arra az adománygyűjtő számlára, amit a bonyhádi önkormányzat hozott létre. A Bonyhád Összetart nevű számlán összegyűlt pénzt részben a vírus elleni védekezésre, részben pedig a gazdasági visszaesés miatt bajba jutott helyi családok segítésére fordítják majd. Az első 1 millió forint már meg is érkezett. Elsőként csatlakoztam az adományozók köréhez, és 500 000 forintot utaltam át erre a számlára. Majd ezt követően a város két alpolgármestere, dr. Régi Csaba és Szabó Tibor alpolgármester úr a 200 000 forinttal csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. És sorolhatnám sorban az egyéni képviselőket, bizottsági elnököket, hiszen mindannyian éltek már ezzel a lehetőséggel. Hogy a pénzt pontosan milyen célokra kell majd fordítani, még nem látszik, ugyanis egyelőre nem lehet tudni, meddig húzódik el a járvány, és hányan veszítik el a munkahelyüket emiatt, mint ahogy arról sem tudni, hogy milyen újabb kormányzati mentőcsomagok készülnek majd. A számára bárki, így cégek és magánszemélyek is utalhatnak. Bízom benne, és ez továbbra is gyarapodni fog, hiszen bárki csatlakozhat hozzá, mindazok a vállalkozók, magánemberek, akik úgy érzik, hogy ebben a nehéz helyzetben is segíteni tudnak. Az adományként összegyűlt pénz pontos felhasználásával kapcsolatos részleteket már elkezdték kidolgozni a bonyhádi önkormányzatnál.
Átvállalja a cégek bérköltségeinek egy részét az állam a koronavírus járvány miatt kialakuló gazdasági válsághelyzetben. Ez is része annak a mentőcsomagnak, amiről kedden közöltek részleteket. A Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a program ugyan tartalmaz fontos és nélkülözhetetlen intézkedéseket, ám vannak olyan részei is, amelyek csak kevés cégnek nyújtanak majd valódi segítséget. Hétfőn ismertette a kormány újabb gazdaságvédelmi csomagjának részleteit Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter. A csomag legnagyobb elemét a munkahelyek megtartását segítő intézkedések teszik ki. Ez szerint az állam legfeljebb 3 hónapig átvállalja a cégek bérköltségeinek jelentős részét. Erre akkor jelentkezhetnek a vállalatok, ha csökkentett munkaidőben tudnak csak tovább foglalkoztatni alkalmazottakat. Ekkor az állam a kieső munkaidő után járó bér 70%-át vállalja át. Cserébe a cégeknek a kedvezmény lejárta után 3 hónapig meg kell tartaniuk a munkavállalóikat. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez sok céget megmenthet attól, hogy el kelljen küldeniük az alkalmazottaikat. A mentőcsomag kamattámogatott hitelekkel is segíteni a vállalkozásokat. Erre 2500 milliárd forintot szán a kormány. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ott, ahol egyszerűen nem tudnak dolgozni, a hitelfelvétele rizikófaktort jelent, ezért Fischer Sándor szerint ezt a lehetőséget kevés cégvezető választja majd. Nem tud egyszerűen a vállalkozás arra kalkulálni, hogy hány embert kell fölvennie, mekkora összeget kell fentvenni hitelre, és az visszatérül egyáltalában. Tehát én jobbnak tartom a támogatást. Természetesen minden támogatásban nem lehet megoldani, de egy olyan vegyes rendszert el tudok képzelni, hogy ennek egy kis része hitel, a nagyobb része támogatás. A gazdaságvédelmi programban a kormány által kiemelten kezelt ágazatok segítése is szerepel. Ez szerint a járvány miatt üresen álló szállodák és éttermek felújítására, valamint korszerűsítésére programot indítanak. Hasonlóan tesznek a fürdőkkel is, ezekre 590 milliárd forint áll rendelkezésre. Fischer Sándor már korábban is arról beszélt, hogy a válság leküzdésének egyik fő motorja az lehet, ha nő az állam által finanszírozott beruházások száma. Benne van az is, hogy addig az átmeneti ideig beruházásokat tudjanak végrehajtani, például a turisztikában a szállodákat, hoteleket és egyéb vendéglátó egységeket fő tudjanak újítani, és ehhez támogatást fog biztosítani az állam. Én úgy gondolom, hogy ez jó lépés, és remélem, hogy ebben tudnak majd a vállalkozók gyakorlatilag előrelépni. A gazdasági csomagban szakemberek átképzése is szerepel távoktatásban. A Kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ezzel lehetnek gondok, mert a munkájukat elveszítők között rengetegen lesznek, akik egyszerűen nem rendelkeznek az átképzés megkezdéséhez szükséges érettségi bizonyítvánnyal. Március végén lépett életbe a kijárási korlátozás, aminek részeként az éttermek csak elvitellel és kiszállítással működhetnek. Komoly gondot jelent ez számukra, hiszen a vendégforgalom jelentős részétől esnek így el. Készül az ebéd ebben az egyik tolnai étteremben. Jelenleg naponta 300 adagra van megrendelés, de a kapacitás elbírná ennek a többszörösét is. A vendéglátásban érintettek, legyen a szálloda vagy étterem, ugyanazzal a gonddal küzdenek jelen pillanatban, mondja az étteremvezető. Mindenki, azt gondolom, akivel én beszéltem és tárgyaltam, mindenki ugyanazzal a problémával küzd. Jelen pillanatban az embereknek a megtartásával, ami egy nagyon nagy gond, ugye fizetést fizetni kell, bevétel nincsen, a rezsiköltséget azon annyi, és sajnos nem tudunk mit tenni, muszáj valami megoldást keresni, az nem megoldás, hogy munkanélkülire küldjük az embereket, mert jövő héten nem biztos, hogy már visszajönnek, amikor vége a vírusnak. Hámori Róbert azt mondja, a kiszállításokkal egyelőre tudnak működni. Nekik az a szerencséjük, hogy már korábban foglalkoztak ételkiszállítással, ezért a szigorú élelmiszerhigiéniai előírásoknak megfelelő eszközöket már évekkel ezelőtt megvették. Hogy aki berendezkedett meleg étkeztetésre és figyelt arra, hogy mindig fejlődjön, és a konyhái olyan szinten legyenek, hogy most jelen pillanatban nincsen belőle probléma,
azoknak nem lesz gondja. Nem csak ez az étterem állt át az ételkiszállításra. Aki csak tehette, ezt meglépte. Bár nem minden étteremnek ment könnyen a kiszállítás feltételeinek megteremtése. Az egyik gyors étteremlánc is elvitelre ad csak ki ételt, de házhoz is szállítatja a megrendelt ebédet vagy vacsorát. Ez nekik is új helyzet. Héja János, az 5 gyors étterem vezetéséért felelős vezető azt mondja, nem volt könnyű felkészíteni a futárokat sem erre a munkára. A cégnél annak érdekében, hogy a sült burgonya vagy éppen a hamburger friss és finom maradjon, követelmény annak 8-10 percen belül történő kiszállítása a megrendelőhöz. Ez azonban azzal jár együtt, hogy a város bizonyos részeiről beérkező rendeléseket tudják csak teljesíteni. Héja János azt mondja, számukra jelenleg a hullámszerűen beérkező kereslet okozza a legfőbb problémát. A házhoz szállítást intéző központtól kapják meg a rendeléseket. Túlterheltek a futárok, és sokszor előfordul az, hogy akár másfél, egy órát is, akár egy óra hosszát is várni kell arra, hogy ki megérkezzen a megrendelt étel. De ez nem a mi hibánk, hanem amikor mi hozzánk beérkezik, mi hozzánk akkor érkezik már csak be a rendelés, amikor a futár néhány percre van az étteremtől. Ennél a gyors étterem láncnál alkalmazott 70 munkavállaló közül 40 állandó dolgozó, közülük senkitől sem váltak meg. A koronavírus járvány idején a gyakori és alapos kézmosással lassíthatjuk a vírus terjedését. Az új koronavírus szerkezete ugyanis a környezeti hatásokkal szemben nem túl ellenálló, a hétköznapi szappan is képes megbontani a külső rétegét. Maradt a kiterületek, ugye főleg a hüvelykúj, az új begyek. Gép ellenőrzi, hogy alapos volt-e a kézmosás, zombán készültek ezek a felvételek. A helyi védőnő és egy bonyhádi orvos gyerekeket tanított arra, hogyan kell alaposan kezet mosni szappannal. Koronavírus járvány idején még fokozottabban kell odafigyelnünk a kézmosásra, ezt mondják a szakemberek. A fertőzés megelőzéséért azzal tehetünk a legtöbbet, ha odafigyelünk az alapvető higiéniás szabályokra és gyakran kezet mosunk. Az új koronavírus szerkezete ugyanis a környezeti hatásokkal szemben nem túl ellenálló, a hétköznapi szappan is képes megbontani a külső rétegét, mondja Balog Andrea, zombai védőnő. A koronavírus az, ami tényleg nagyon veszélyes most is, egy alapos kézmosásra ugye eltávolítható, mert ennek a vírusnak ilyen lipid zsíros bevonata van, ami egy sima kézmosó szappannal is eltávolítható, tehát megöli ezt a vírust. Feltéve, ha helyesen hajtjuk végre. Fontos figyelni a szappan használata mellett a kézmosás időtartamára is. Igazán akkor lesz hatásos, ha legalább 20-30 másodpercig tart. A kézmosáshoz mindenképpen víz kell, szappan kell, vagy fertőtlenítő hatású szappan és papírtörlő. Maga a fertőtlenítés egy ilyen 20-30 másodpercet vesz igénybe, de az, ahogy a csapot megnyitom, hogy fölhabosítom a kezemen a szert, hogy utána elvégzem a műveletet, leöblítem, szárazra törlöm a kezem, ez kb. 2 percet vesz igénybe. Ezt használjuk munkába a lépés előtt, WC használat után, étkezés előtt. A papírtörlővel szárazra töröljük a kezünket, és ezzel a papírtörlővel elzárjuk a csapot. Sokan gondolják úgy, hogy a kézfertőtlenítő sokkal hatásosabb a megelőzésre és a koronavírus ellen. A szakemberek azonban a kézmosást ajánlják. Ugyanis az alkoholtartalmú kézfertőtlenítő termékek szárítják a bőrt, a kiszáradt, kirepedezett bőrnek ezáltal pedig csökken természetes védekező funkciója. A kórokozók is könnyebben bejuthatnak a véráramba. A koronavírus járvány miatt elsődleges a különböző eszközeink fertőtlenítése. Ezek közé tartozik az autó is, amit a leghatékonyabban ózonnal lehet tisztítani. Az egyik szekszárdi autópatyolatnál is nyújtanak ilyen szolgáltatást, ráadásul az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók járműveit most térítésmentesen szabadítják meg a vírusoktól, baktériumoktól. A szokásos mozdulatokkal zajlik ennek az autónak a tisztítása a szekszárdi autópatyolatban. A külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, polírozás mellett azonban ennél a patyolatnál ózongenerátoros fertőtlenítést is végeznek a járművekben. Általában 20 percre állítjuk be, tehát a 10 perc is már bőven elég az autó utasterének a lefertőtlenítéséhez, és utána a megtisztított autót zárt térbe kell ezt
járatni. Az ózon a nap UV-sugárzása és elektromos készülék által jön létre. Kiváló antibakteriális hatását a nyugati kultúrákban már az 1920-as években használták levegő tisztítására és fertőtlenítésre. Manapság pedig használják mindenféle helyiségben, például éttermekben, szoláriumokban, közösségi terekben, de járművekben, mentőautókban, taxikban is. Utóbbira mostanában különösen gyakran van példa, mondja Lehel István, az autópatyolat vezetője. Ezt mi egy ózon generátorral oldjuk meg, ez egy régi technológia, tulajdonképpen ezt több, tehát akár 10 éve is használják. A SARS vírussal kapcsolatban Kínában meg Japánban, ezelőtt azt hiszem az olyan 5-6-7 éve volt, vizsgálták ennek a hatékonyságát, és teljes mértékben elpusztítja a SARS vírust, és a koronavírus az tulajdonképpen ugyanilyen, tehát mint a testvére lenne ennek a vírusnak, nagyon hatékony. Nem véletlenül terjedt el az ózonos fertőtlenítés. Ez ugyanis vegyszermentes, és a hagyományos fertőtlenítőszereknél sokkal, egyes vizsgálatok szerint 50-szer hatásosabb, és akár 2000-szer gyorsabb a hatásmechanizmusa, vagyis erősebb. De akkor hatásos ez a technológia, hogyha előtt az ember a fertőtlenítendő felületet megtisztítja, lepucolja, tehát mi is kitakarítjuk az autó belsejét, és utána ezt a készüléket betesszük. Tehát ez annyira hatásos tulajdonképpen a teljesítmény függvényébe, hogy 10 perces kezelés elég lenne az egész utastérnek a fertőtlenítésére, de mi 20 percig hagyjuk benne ezt a gépet. Lehel István azt mondja, a koronavírus járvány miatt most díjtalanul adják ezt a szolgáltatást az autótakarítást megrendelő tulajdonosoknak, továbbá az egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak. Hiszen a járvány miatt elsődleges a különböző eszközök fertőtlenítése, ezek közé tartozik az autó is. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Minden felső légúti fertőzés gyanús lehet a szakember szerint, továbbra is otthon kell tartani a gyerekeket. A korlátozásokat be nem tartókat bünteti a rendőrség, sokan járkálnak indokolatlanul az utcán. Összefogása a bajban, Somogy megyében is segítik az egészségügyben dolgozókat. Zárva vannak a gyermekorvosi várótermek, és nem fogadják tömegesen a beteg kicsiket, mondja az egyik pécsi körzet szakorvosa. Előszűrést végeznek a jelentkező betegek között, ez alapján döntik el, hogy van-e esélye a koronavírus fertőzésnek. A gyermekorvos szerint most minden felső légúti fertőzés gyanús lehet, ezért továbbra is otthon kell tartani a gyerekeket a járvány fékezése érdekében. Védőruha, maszk, szemüveg, ezeket a védőfelszereléseket használja ez a pécsi gyermekorvos, ha a betegeket fogad most a koronavírus járvány idején. Sándor György azt mondja, több hét telt el, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, óvodába, ezért figyelni kell, ha felső légúti panaszaik vannak. A közösségekben gyakori felső légúti vírusfertőzéseknek az előfordulása az jelentős mértékben lecsökkent. Tehát minden új kezdetű magas lázzal, köhögéssel, esetleg hasmenéssel járó betegség esetében egy izolált környezetben levő gyereknél föl lehet vetni a fertőzés gyanúját. Ebben az esetben, ahogy említettem, megvannak azok az esetleírások, ami alapján elbíráljuk azt, hogy szükséges-e ebbe az irányba további vizsgálatot kezdeni. Éppen ezért zárva vannak a várótermek. Telefonon kikérdezik a beteg gyerekek szüleit, mikor vizsgálatra jelentkeznek. Ez alapján döntik el, hogy felmerülhet-e a koronavírus fertőzés esélye a kicsiknél. Ha igen, akkor elindul a kis betegek tesztelése. Egyébként nem minden szolgáltatás szünetel most a gyermekorvosoknál a járvány miatt. Nem szűn meg minden szolgáltatás, természetesen a kötelező védőoltások, illetve a védőoltási rend fenntartása, ez egy kiemelt szempont. Ezt is a megfelelő elővigyázatosság mellett végezzük, és folytatjuk jelenleg is. De csak előzetes bejelentkezés alapján fogadják így is a gyerekeket. A gyermekorvos azt mondja, továbbra is fontos az izoláció, hogy lassítani lehessen a járványt. Vagyis a gyerekeket nem szabad elvinni a nagyszülőkhöz vagy egyéb közösségekbe. Az otthonmaradás a legjobb módszer a megelőzésben, hisz a gyerekek akár jelentősebb tünetek nélkül is hordozhatják a vírust. Szabálysértés, figyelmeztetés, helyszíni bírság. A kijárási korlátozásokat megszegők nem kerülhetik el a büntetést, ha a rendőrség lecsap rájuk. Március 28-ától április 2-ig Baranya megyében a rendőrök több esetben alkalmazták a szankciókat. A megkérdezett lakosság helyesli a korlátozásokat, de ugyanakkor azt is látja, hogy sokan nem tartják be az előírásokat a koronavírus járvány idején.
A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt március 28-ától április 2-áig Baranya megyében a rendőrök 18 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 9 helyszíni bírságot szabtak ki, míg 23 esetben szabálysértési feljelentést tettek. Kaptuk az információt a Baranya megyei rendőrfőkapitányságtól. Az utcán mostanában sokan viselnek maszkot, maguk és mások egészsége védelmében. Maximálisan betartottam a korlátozást, a házamból csak ma jöttem ki. Különben itt voltam a kórházban, az urológián egy kis bajom történt. Most, hogyha jön a fiam, akkor megyek vissza szintén, és nem fogok kijönni, még tart ez a zárlat. Kijönnek az utcára sokkal többen, mint akinek kellene. Hát mert nem ijed meg senki, mert tapasztalata nincs a közvetlen környezetéről, nagyon kevés embernek van, hogy valaki megbetegedett volna már, és ez nagyon nehéz így betartani, hogyha ez egy ilyen képzeletbeli fenyegetettség, valószínűleg ez van. De hogy szükség van erre, és aki fegyelmezett, az nagyon jól teszi. A baranyai lakosok zöme betartja az új szabályokat. Az ő együttműködésüket ezúton is köszönik. Vannak azonban olyanok, akik eddig ezeket a korlátozásokat nem tartották be. Velük szemben a már ismertetett szankciókat alkalmazták. Példátlan összefogással segítik Somogy megyében az egészségügyi dolgozókat és azokat, akik maszkokat varnak. Egy kaposvári étterem napi 35 adag ételt szállít ki az egyik helyi varoda dolgozóinak és a mentősöknek, amíg egy balatonföldvári egység a siófoki kórházi dolgozókat látja el ingyen ebéddel. Készül az ebéd ebben a kaposvári étteremben. Burgonya krémleves és rakott kelkáposzta a menü, amelyet csak rendelésre szállítanak ki. Az egység tulajdonosa azt mondja, a mostani helyzet összefogásra ösztönzi az embereket, ebből pedig ők is kiveszik a részüket. Ebből nem lehet hasznot húzni, ezt másképp ez nem megy. Éppen ezért több kaposvári céggel együtt úgy döntöttek, hogy olyanokat is segítenek egy-egy tál étellel, akik a koronavírus járvány miatt megfeszített tempóban dolgoznak. 20 adagot szállítunk a mentősöknek, és 15 adagot szállítunk a varrodába, ahol ezeket a szép maszkokat varják, és most éjjel-nappal dolgoznak, úgyhogy nagy szükségük van nekik is. Hát a mentősökről meg nem is beszélek. Tapssal fogadják nap mint nap az ebédet ebben a kaposvári varrodában. A szociális szövetkezetben jelenleg 15-en dolgoznak, hogy mindenhova elég maszkot tudjanak gyártani. Napi 1500-1700 maszkot gyártunk, főképpen állami megrendelésre. Most is a Magyar Államkincstárnak és a Kaposvári Önkormányzatnak készítjük a maszkokat. A szociális szövetkezet dolgozóit meglepte a kezdeményezés, de mint mondják, nagy öröm számukra, hogy vannak, akik gondolnak rájuk. Nem gondoltuk volna, hogy van ilyen, létezik ilyen. Nagy öröm a lányoknak, és a nagy megtiszteltetés az, hogy a látrótól minden nap 15 meleg ebédet kapnak, és legalább abban az időben egy kicsit fel tudnak szabadulni. Mint látjátok, most is folyik a munka. A siófoki kórház dolgozóinak egy sertés szeletet készítettünk, amire egy gombás szárnyas májas ragú kerül. Ebben a balatonföldvári étteremben sem tétlenkednek a járvány idején. Ők a siófoki kórház dolgozóinak szállítanak ingyen ételt. Úgy gondoltuk, hogy most nem a hangoskodás ideje van itt, ezek az emberek a frontvonalba harcolnak, ráadásul még a vírus is rőlájuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy érezniük kell a törődést, hogy mi szorítunk nekik, velük vagyunk, és nagyon köszönjük, és ezért döntöttük úgy, hogy akkor minden nap visszünk nekik egy kis meleg ételt. A balatonföldvári étterem napi 40 adag ételt szállít a kórházi dolgozóknak, így kifejezve hálájukat. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Piaci árusok szexár több pontján az utcai árusítás lehetősége a túlélést jelenti a kereskedők számára. Bonyhád összefog, adományszámlát hoztak létre a Völgységi Városban. Helyes kézmosás, sokan még mindig nem tudják, mire kell figyelni. Hatásosabb a hagyományos tisztítószereknél, egyre többen kérik az autók ózongenerátoros fertőtlenítését. Csütörtökön megmarad a csapadéktól mentes, alapvetően felhőtlen, szikrázóan napsütéses, szélcsendes, kifejezetten kellemes, koranyárias jellegű időjárás. A hőmérséklet már mindenütt elérheti, kevéssel meghaladhatja a 20 fokot. Éjszaka is marad a csendes, eseménytelen, derült időjárás.
Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!